Kívánok. A Magyar Speciális Művészeti Műhely Egyesület keretében működő Nemzeti Szinkrotás Zenekar Szent Martinnal közös koncertjét láthatták és hallhatták az elmúlt percekben. A Nemzeti Szinkrotás Zenekar 2003-ban alakult, sérült fiatalok és felnőttek, valamint az őket felkészítő zenészek és pedagógusok országos társulataként. Azóta évente egy-két koncertet adnak, most itt Mohácson. Elsősorban azért egy-kettőt, mert a 41-néhány tagból álló zenekar, és ezek a tagok az ország több mint 12 helyéről érkeznek, tehát a zenekar működtetése nem kis erőfeszítést jelent az egyesület számára. Ezért évente szervezünk próbákat. A héten zajlott itt Mohácson egy ilyen próba, amelynek az eredményét láthatták. Azt gondolom, hogy nem kis teljesítmény, és aki a zenéhez ért, az tudja is, hogy nem kis teljesítményt láthattunk, és hatalmas munka áll mögötte. Én, mint az egyesület elnöke, nagyon büszke vagyok rájuk, és remélem mostantól önök is itt Mohácson büszkék a Nemzeti Szinkrotás Zenekarra. Köszönjük a Szinkrotás Zenekarnak! Elsősorban a Pálinkánál ott alakói és kollégáim nevében szeretném nekem megköszönni azt a sok-sok ragyogó lehetőséget, amit idáig is kaptam tőled, és kérjük, hogy ezután is fogjuk felé. Köszönöm szépen! Évvel ezelőtt próbáltuk megmutatni magunkat ezeken a deszkákon, ezen a színpadon. Lakóink számára rendkívül fontos, hogy ne a maguk kizárt világában éljenek, hanem annak a közegnek, annak a társadalomnak, annak a szűk környezetnek egyenrangú állampolgárai legyenek, amiben élnek. A mai bemutatkozásunk egy kicsit erről szeretne szólni. Lehetőséget kaptunk a mohácsi művészeti csoportoktól, és együtt szerepelhetünk ma velük a színpadon. Ez talán tovább segíti lakóink integrációját, és ők is olyan mohácsi polgárok lesznek, mint valamennyien. Az egyik lakónk fogalmazta meg valamikor, hogy én is olyan leszek már lassan, mint az igazi mohácsi. Kérdeztük tőle, hogy milyen az igazi mohácsi, hogy a Mohács kisváros, mindenkit ismer szinte. Azt mondta, hogy az igazi mohácsi ember, ha kimegy az utcára, van kinek köszönni, és van, aki megkérdezi tőle, hogy hogy vagy. Remélem, ez a mai nap, ez a bemutatkozás is ezt fogja segíteni. Most pedig szeretném felkérni Szekó József urat, Mohácsváros polgármesterét, hogy a fogadj szeretetet begálánkat nyissa meg, köszöntse résztvevőket. És megjelentek, sok szeretettel köszöntöm Önöket a Magyar Speciális Művészeti Műhely Egyesület és a Pándi Kálmán otthon kulturális gálaestjén. Külön köszöntöm Asztalos Zsolt urat, a Magyar Speciális Műhely Egyesület vezetőjét, Kolutász Györgynét, a Pándi Kálmán otthon vezetőjét, Szent Martin előadó művész urat, valamint a Magyar Speciális Művészeti Műhely Egyesület Szinkrotás Zenekarát, akik az imént káptáztattak el bennünket művészetükkel. A mai nap délelőttje a művészetek kavalkádja volt, az érdeklődők láthattak színdarabot, néptáncot, társastáncot, modern táncot, bábjátékot, hallhattak verset, éneket és prózát is. A Magyar Speciális Művészeti Műhely Egyesület már több éve felvállalta azt a nemes szerepet, hogy regionális, kulturális találkozókat szervez az ország több részén. Szerencsénkre ma erre Mohácson került sor. A regionális délvidámkori kulturális fesztivált eddig Szekszárdon, Pécset, Tamásiban rendezték meg, ma pedig városunk adott otthont az egésznapos rendezvénynek. A szervezőknek, támogatóknak és természetesen a fellépőknek is ezúton szeretném megköszönni, hogy egy újabb színpadtal bővítették Mohács kulturális programját. Engedjék meg, hogy köszönetemet fejezzem ki Asztalos Zsolt úrnak, és szeretném megkérni, hogy fáradjon ki, hogy átadhassam az ajándékomat Szent Martin úrnak, és szeretném megköszönni őt, és szeretném színpadra hívni még egyszer, és Kolutász Györgynének, Katinak is szeretném megköszönni a munkáját, a mai napért végzett tevékenységét. No,
Megvagytok? Szent Martin úrnak egy Mimoácsunk című könyvet ajándékoztam természetesen. És szeretném Péter Freund idézetével befejezni a mondandómat, és kívánni önöknek jó szórakozást, további szép estét. Néha egy vak is láthat jobban, mint az egészséges szeműek, hiszen a lényeges dolgokat szemmel nem láthatjuk. Ezek a felszín alatt rejlenek, és csak azt pillanthatja meg őket, aki megtanulta, hogyan kell látni. Köszönöm a figyelmüket!